Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és természetesen nagyon sok szeretettel és kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Farkas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat és kedves munkatársait, és engedjék meg, hogy köszöntsem a Hungarikum Bizottság jelenlévő tagjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester úr, szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Hungarikum Bizottság Karcagon tartotta ülését, és a mai nap fontos döntést hozott. A karcagi birka pörkölt a Hungarikumok gyűjteményének a részévé vált. A hunsági birka pörkölt karcagi hagyománya egy olyan egyedülálló, még a nomád korból származó ételkészítési mód, egy olyan közösségképző erő, olyan családi hagyomány, amely méltó arra, hogy a Hungarikumok sorát gazdagítsa, és ebben testet ölt a hunság hagyománya, épp úgy, mint a jelen, amikor az önkormányzat, a Birkafőzők Egyesülete gondozza ezt a kiváló ételt, és több ezer karcagi család készíti el visszatérően különböző ünnepi alkalmakkor. A kunsági birkapörkölt nélkül ma is elképzelhetetlen keresztelő, lakodalom, névnap, bármilyen közösségi összejövetel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar értéktár is bővült a mai napon a hízott víziszárnyas termékekkel, tehát a hízott víziszárnyas termékek, ribamáj, kacsamáj és más kiváló élelmiszerek. Ez egy rendkívül fontos nemzeti örökség, nemzeti kincs, hiszen a libamáj az Magyarországot fémjelzi belföldön, külföldön egyaránt. Kiváló ennivaló, és országhatárainkon kívül is jó néhány országba eljut. Áttekintette a Hungarikum Bizottság a magyar értéktárba szereplő két fontos értékünket, az alföldi kamillavirágzat ismertetésre került, és a mezőtúri fazekasság mutatta be a múltját a bizottság tagjának és a jelenét, amely biztató, hiszen mind a kamillavirág iránt komoly érdeklődés van, illetve a mezőtúri fazekasság is egy élő hagyomány, hiszen mintegy 25 mester van a városban, akik ma is alkotnak, ma is megörvendeztetnek bennünket szép dolgokkal. Tulajdonképpen mind a három érték a megyéhez kapcsolódik egészen nagy mértékben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mielőtt a kérdéseiket feltennék, még mindenképpen szeretném megköszönni miniszter úrnak, egyben a Hungarikum Bizottság elnökének, hogy Karcagra hozta ezt a bizottságülést, hihetetlen nagy megtiszteltetés számunkra, és természetesen végtelenül nagy öröm, hogy a karcagi birkapörkölt is téma volt ezen a bizottságülésen, és pozitív elbírálást kapott. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy azon túl, hogy a birkapörkölt hihetetlenül finom étel, óriási közösség megtartó erővel is rendelkezik, hiszen ahogy miniszter úr elmondta az imént, ez a birkapörköltet általában családi ünnepségek, közösségi események alkalmával szokták felszolgálni, tehát ez nem csak egy étel, hanem egy összetartó erő is. Már az is nagy öröm volt számunkra, amikor 2009-ben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére fölkerült ez az étel, és most azt hiszem, hogy befutotta azt a lehető legjobb pályát, és a csúcsra érkezett, ami megadatott ennek az ételnek. A lehető legjobbkor, hiszen a következő hónapban, június utolsó hétvégén kerül sor a 15. alkalommal megrendezésre kerülő karcagi birkafőző fesztiválra. Nyilvánvalóan ez egy különösen jó reklám, de annélkül is természetesen ez az étel biztos vagyok abban, hogy megérdemli ezt a kitüntető szerepet. Mi mindig azon munkálkodtunk itt ebben a városban, hogy ezeket a hagyományokat megtartsuk, őrizzük, ápoljuk, és ennek fényében a mai napon a testületi ülésünkön szeretnénk egyhangulag elfogadtatni azt, hogy a helyi értékvédelmi bizottság létrejöjjön, ami természetesen segíteni fogja a Hungarikum Bizottság további munkáját, további olyan dolgokkal rukkolhatunk elő, ami erősíti a helyi és a nemzeti identitásunkat. Köszönöm szépen!